Több mint 40 kilót nyom ki Orsós Rihárd, a Tamási Koppány Sportegyesület súlyemelője ifjúsági olimpikon az UNAM-en átadott sportokházában kialakított teremben. A súlyemelők a komplexumban, külön helyiségben tudnak a versenyekre készülni, de nem csak ők, hanem a dzsúdósok és az aikidósok is külön helyiségben edzhetnek. A sportokháza ünnepélyes átadóján bemutatót is tartottak. A sportokháza elsősorban a Tamásiban működő, több mint 10 éve hontalan egyesületeknek ad otthont, de kulturális események rendezésére is alkalmas, továbbá az iskolások sportolására is lehetőséget nyújt. Az 1500 négyzetméteres központ az egykori kenyérgyár helyén épült fel, közel 460 millió forintból a területfejlesztési operatív program keretében. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón elmondta, a közel 27 milliárd forintnyi topforrás és az azokból megvalósuló fejlesztések létfontosságúak a vidék fejlődése szempontjából. Ahhoz, hogy a sportban eredményeket érjünk el, hiszen látható az ország nagyon sok energiát fektet arra, hogy nemzetközi szintű sportrendezvényeket hozzon hazánkba, ahhoz az szükséges, hogy ilyen létesítményekbe fölnőjön egy olyan generáció, vagy több generáció, amelyik szeret sportolni, tud sportolni, és a tehetségek nem kalódnak el, hanem olimpiai bajnokságig is vihetik. Az épületben egy játszóházat és egy kávézót is kialakítottak. Továbbá egy szauna és egy szolárium is működik majd benne. A szolgáltatásokat egy kisebb díj ellenében vehetik majd igénybe az érdeklődők.